Adjon Isten! Ejnye! Csak most ismerjük meg a nagyságos urat, de régen láttuk, Isten hozta! Volt nekem itt egy barátom nevezett Valentin. Ismerik? Persze, ismerjük! Üzletet akar kötni Valentinnel! Na, nézd oda! Kegyed is megjavult vénségére! Üzleti dolgokkal foglalkozik. Mikor utoljára nálunk járt, nem csinált semmit. Csak a drága jó időt lopta. Kérem, hölgyeim! A legényt elküldjük Valentinért, ha úgy parancsolja. Nagyon jól lehet úgy gondolkodni, hogy az ember életében egyszer volt olyan mozi, és ez a Szimbád volt, ahol valami totális felelőtlenség és totális egyetértés és együtt munkálkodás működött, és hál' Istennek a gazdasági lehetőségei is a filmnek olyanok voltak, hogy nem kellett azon tipródni, ami az utóbbi időben azért elsősorban mindig ott kezdődik egy filmkészítés, vagy egy színházi munkának az elkészítése, hogy nagyon keményen nyírják a látványnak a részeit, és veszik el a pénzt. Illetve nem adják meg a pénzt, ez a pontosabb. Tudomásul kell venni, és hozzá kell nőni. Én úgy érzem, hogy egy kamaszkort, vagy egy udvarias vagyok, mert kamaszkort mondtam, de mondhattam volna, hogy olyan gyerekkort élünk, amikor még a gyerek sem tudja, hogy milyen lesz, ha felnő, és a szülők meg miután egy új típusú gyerekről van szó, nem nagyon tudják, hogy hogy kell kezelni. A gazdasági motivum olyan erőssé vált, hogy már akadály. Mindig akadály volt, és mindig egészséges feszültség volt a színház és a film művészi csapata és a gazdasági része között. Tehát egy színház gazdasági igazgatójával nagyon sokat vitatkoztunk, egy gyártásvezetővel ütöttük az asztalt és verekedtünk. De valahogy mindig tudtam, hogy a szemben lévő, a partner, az is azért a célért gondolkodik, és nem a nyereségért csak. És ez a nyereség az nálunk másképp jelentkezik, mint gondolom náluk, mert ismerjük és tudjuk, hogy az ő gazdasági lehetőségeik azok milyenek. Tehát fölmentés megvan, de az öröm, az alkotó munka öröme az nagyon csökkenhet, és nagyon rosszat tesz bizonyos művek létrehozásánál, jelentősebbnek szánt művek létrehozásánál az, hogy a társaságban a rendezők, operatőrök, néha még a díszlettervező is elsősorban a pénzzel kell, hogy foglalkozzon, és sikerélményei vannak, ha sikerül valamit keresztül verni, de a dolog lényege, a mű, az valószínűleg emiatt nem gyengébb, de mondjuk, hogy puhább lesz, és átlép dolgokat, amiket nem kéne átlépni, kihagy dolgokat, amiket nem szabad kihagyni. Ha nekünk a Szimbád alatt az lett volna a dolgunk, hogy a Huszárik Zoli, vagy a Sára Sándor, vagy jómagam pénzügyekkel vitatkozzunk, és pénzügyekkel gondolkozzunk, és úgy feküdjünk le, hogy a pénzügyekben elért sikert vagy kudarcot kelljen feldolgozni éjszaka, és másnap úgy indulni újra, hogy na, tegnap jó volt, vagy rossz volt, és közben nem arra gondoltunk volna, hogy ezt a szint jól találtuk ki, ezeket a tárgyakat jól szedtük össze, akkor az a film nem lett volna olyan. Akkor azt a filmet nem tudtuk volna megcsinálni. Vajon miért szeretik a nők a tengert? Szimbád az egy nagyon izgalmas feladat jelentett több ok miatt is. Egyszer egy teljesen privát és magán, tehát, hogy a apám nagyapja, dédapám az egy cipész volt a belvárosban, és a Ferenciek tere mellett volt a üzlete vagy műhelye, és sörözni átjárt a Kárpátiába, ahol rendszeresen találkozott Kródi Gyulával. Na most ez a találkozás, ez megmaradt, mert Kródi meg is írta az idősödő cipészmestert az egyik novellájában, mint a ott ülő sakkozó vagy söröző magyar polgárt. Tehát volt egy ilyen családi kapcsolat is a Kródi családdal. A másik pedig az, hogy
Selmezbánya nagyon fontos szerepet játszott a filmben. És családom egy része Selmezbányán élt. Nagyapám, aki ott született Selmezbánya mellett, aki onnan járt iskolába, és onnan lett aztán gimnáziumi tanár Budapesten. Tehát ezek mind úgy összekötöttek. Itt éltek a különböző őseim és múltam. Ezeket tudom visszahozni. Ahhoz, hogy Shakespeare csinálja, az ember elkezd tudományos munkát végezni és könyvtárazni, meg megnézni mások díszletterveit, meg egyéb. Ahhoz, hogy filmet csináljon, ahhoz pedig játékfilmet és magyar filmet, ahhoz meg a saját magát kell megnéznie, és a saját múltját és a saját emlékeit kell lehetőleg összeszedni ebben a Szimbád című moziban. Jó magam is, amikor a Gojdárnak a külön műtermében Pasaréten forgattuk a film inzertjeit, részleteit, vittem ám otthonról a saját cuccaimat. Nem csak a dédapám emlékét, a cipészmestert, akit megírtak, hogy hogy söröz, hanem a nagyanyám gyerekkori pucér képét, ahogy ül egy fészekszerű valamiben, korabeli fotón, vittem a dédanyámnak a ismeretlen udvarlója által megírt ilyen furcsa, áttört szélű emlékül feliratú emléklapját, és még sok-sok-sok mindent. Isten áldja meg önt. Köszönöm, hogy elkísért. Szép gyermekem, nem bánja meg, ha szeretni fog. Kérem, maradjon itt a ház előtt. Valami virágot ledobok önnek az ablakomból. A szobámba értem. Ön jó fiúnak látszik. Emiatt a kapu miatt, amit a sok kis kocka miatt választottuk ki ezt a helyszínt annak idején, Muszte Anna itt dobja le a rózsacsokrot a Havas utcára. A kockakő az maradt. Oda lent van, uram! A Szimbádban műtermi díszletünk. A filmjár 1-es, 2-es, 3-as, 4-es műtermét használtuk. Ott valami 36 vagy 38 műtermi díszlet volt. Ebből egy vagy kettő van, ami nem került be a filmbe végül, és van olyan, amiből csak állóképek vannak, a Gojdár-féle kinagyítások, teszem, amikor megemeli a halott kislány fehér köpenyét, az egy komplett díszlet volt ez a tetőtér. Ezt nem használtuk, a filmben apró töredékeket használtuk. Még interiőr egyetlen egy volt, amelyik nem konstruált műtermi helyszín, az a Hungária kávéháza, New York, ahol pont az adott Jégverem utcához kapcsolódó előképet forgattuk a Muszte Annával, Virágárus lányjal. Az összes többi az meg eredeti helyszín volt. Hogy az mennyi? Hát ez legalább 60. Vajon éle még Amália? Megint a gazdasági része visszatérve is, annak a filmnek, aminek a tárgyi kellék bútorvilágáról mindig szokták mondani, hogy azt ma nem lehetne megcsinálni, azoknak a bútoroknak, kellékeknek az összeszedésére nem a filmgyári raktárat és nem a televízió raktárát, hanem a kölcsönzőket használtuk döntően, tehát a különböző partnereket, akiket már ismertünk, illetve akiket megkerestünk egy újsághirdetéssel, és több mint 2000 helyszínt jártak be a berendezők. Én magam, ahogy összeszámolták, 740 lakást néztem meg, amiből ma is él még a filmgyár valamennyire, hogy onnan is hoznak néha-néha egy-egy tárgyat, képet, vagy telítőt, vagy függönyt. A berendezők becsülettel bejárták a jelentkező címeket mind, és berendeztük. Úgyhogy egy-egy helyszínre, egy-egy lakásra, néha ez becsület szóra mondom, hogy így igaz, legalább 24-26 helyről is hoztak. Elindult egy terrató két napig, és szedte össze a tárgyakat, amiket korábban kiválasztottunk. És a film 800.000 forintba került berendezésileg. 1 millió volt tervező, és még meg is takarítottuk. Ma ezt a filmet nem tudom kiállítani. Ha ki tudnám állítani, akkor sok-sok milliót, sőt mondanám azt, hogy több 10 milliót költenék el arra, hogy ezt a látványt létre tudjuk hozni.
A férjemet keresi? A férjemet? Furcsa. Olyan ismerősen, uram. Bizony Isten nem várta bent. Hiszen nem is tudtam, hogy még él. Hogyan került ide? Istenem, milyen furcsa véletlen játéka. Hiszen nem szoktam önre gondolni. Mozsár Bicsi bácsit nagyon szeretem és nagyon tisztelem, mint vágót, mint szobrászt is, és mint alkotó embert. Morel Misi bácsi volt a vágója a Szindbádnak, és ő már akkor nagyon régóta dolgozott a filmgyártásban, a 40-es évek elején már filmvágó volt, tehát ő elég sok filmet látott, elég sok filmben dolgozott, és a Szindbád alatt volt ez a sikerélményem, hogy néztük a Lenke lakást. Rutkai Latinovics beszélgetnek, mögöttük ólomüveg, ajtó, ablak, furcsa trófeák a falon, érdekes, faragott, ilyen gödöllői hangulatú századfordulós, század elejé bútor, és nézzük a filmet, nézzük a Mustert, egyszer, kétszer, négyszer, és amikor vége a vetítésnek, akkor odafordul hozzám, mondd Tamás, hol van ez a lakás? És ritka nagy dicséret volt, tudnék, ez műteremben készült ez a lakás. És a Misi bácsi, aki egy vénróka, és aki nagyon ért a szakmához, ha ő megtéved, és megkérdezi, hogy hol van, az öröm. Szakmailag öröm, mesterségileg öröm.